Sziasztok! Azt megszokhattátok, hogy ezen a csatornán általában festős videókat töltök fel. A képeimet ugye általában a parfümök inspirálják, és innen jött az ötlet, hogy tulajdonképpen miért nem mutathatnék be parfümöket, illetve parfüm listákat. Ezzel is egy kicsit érdekesebbé, változatosabbá téve a csatornát, és ami még hozta ezt a gondolatot, az az volt, hogy amikor én beírtam például YouTube-on a keresőbe, hogy parfüm ajánlók vagy listák, akkor nem bővelkedett túl sok találatban így a magyar youtuberek között, úgyhogy abban reménykedem, hogy esetleg érdekes lehet, és egy ilyen hiánypótló dolog is lehet így a felhozatalban. Úgyhogy a mai részben a top 5 designer férfi parfümöt fogom nektek bemutatni, és még annyit, hogy az én kollekcióm az szerintem egy többnyire egyedi parfümökből áll, nem nagyon szeretem a tucat illatokat, szerintem sokkal jobb, hogyha az embernek egy hozzápasszoló egyedi parfüme van, ami kihozza az ő személyiségét, egyéniségét, úgyhogy én mindig erre törekszem, és szerintem az itt felsorolt 5 parfüm is ilyen lesz, úgyhogy rajta kezdjük. Első Ralph Lauren Supreme Oud, ez egyik nagy kedvencem. Ugye a nevében is benne van, ez egy oudos parfüm, bár megmondom őszintén, hogy én annyira nem érzem benne az oudot, talán ez adja a parfümnek ezt a fás és misztikus jellegét. A háttérben érezhető ugyan, szerintem egy picit, de nem kiemelkedő, úgyhogy ez egy nagyon európai, orra szabott, visszafogott oudos parfüm. Az oudos parfümök egyébként többnyire ilyen nehezebb, bőrös, kicsit ilyen istálló szagú illatúak, amit én egyébként nagyon szeretek. De aki egy picit, sőt, egy nagyon elegáns férfi illatra vágyik, akkor szerintem ez egy nagyon kitűnő választás, nagyon jól keveredik benne a fahéj, a bors, a vetiver és az oud, krémes, elegáns, misztikus, úgyhogy nagyon-nagyon finom férfi parfüm, szerintem még randikra is kiváló választás. És úgy gondolom, hogy nem is talán kifejezetten ősszel és télen ajánlott hordani, én személy szerint minden évszakban hordanám, de valamiért általában inkább így ősszel szokott így a kezem ügyébe kerülni, úgyhogy talán ezért tettem ebbe a listába, de tényleg nagyon-nagyon ajánlott. Következő Bentley Absolute EDP. Az üveg nagyon szép, szerintem nagyon minőségi, jó a kézbe venni, de az illata annál jobb. Aki szereti esetleg a frissen faragott ceruzának az illatát, akkor ezt a parfümöt biztos, hogy imádni fogja. Itt is felelhető benne a tömjén, de ne jegyetek meg, nem az a nehéz és templomos tömjén, hanem sőt, teljesen egy ilyen fás és egyedi krémes hatást kölcsönöz. Imádom, szerintem zseniális illata van. Legtöbben egyébként így a parfümös videókban a Bentley-nek az EDT-t és az Intense verzióját szokták ajánlani, én szagoltam, de szerintem ez egy sokkal-sokkal különlegesebb illat. Általában dicsérik is rajtam, úgyhogy innen is gondolom, hogy tök jó, de egyébként meg nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon szeretem. És ezt viszont tényleg így inkább télen szoktam használni. Egy picit komorabb, de mégis nagyon egyedi, finom illat. Folytassuk a listát egy picit falsúlyosabb illattal, a Swiss Arabian Oud Abiad nevű parfümmel. Igen, ez már egy picit komorabb, töményebb illat. Itt nagyon dominálnak a tömjének a füstök, a fák. Nagyon jól keveredve az oregánóval, a bőrrel, a szantárfa, ámbra, valóban téli parfüm. Aki ismeri esetleg az Amouche Interlude Men parfümöt, annak ez nem lesz újdonság, ugyanis nagyon-nagyon hasonló, sőt szerintem egyébként ugyanolyan az illata, csak ez 9-10 ezer forintba kerül. És bőrön szinte egész nap tart, ruhán pedig akár 2 hétig is érezhető, szóval egy nagyon-nagyon tartós illat.
árérték arányban szerintem egy kiváló választás, nagyon-nagyon szeretem, az egyik hatalmas kedvencem. Lalik Encre Noir La Extreme. Ahogy a nevében is benne van, nem egy extrém illat egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy miért kapta ezt a nevet, sokkal inkább egy álmodozó, visszafogott, bár nagyon-nagyon kreatív és nagyon egyedi illat. Hát az üvege szerintem pedig csodálatos, nagyon robosztus, minőségi, van súlya, fakupak, szóval nem csak a küllemében, de szerintem az illat minőségben is egy abszolút nis minőséget képvisel. Gyantás, nedves, fás illat, pici erdős beütéssel érezhető benne időnként, nagyon finoman így előbújik belőle a ciprus. Többnyire én egyébként esős és kicsit ilyen borongós napokon szoktam használni, mert magában az illatban is van egyfajta egy ilyen nyugodt melankólia, de ugyanakkor nagyon-nagyon szerethető, egy ilyen nagyon barátságos, finom illat, ezt is simán el tudom képzelni egyébként unisex illatként is, bár férfinek hírják, de szerintem még hölgyek is simán használhatják. És most következzék az az illat, amit általában mindenki dicsért rajtam, amikor megérezte Frank Olivier Oud Touch. Itt már jobban dominál az oud, de nagyon-nagyon jól keveredik a rózsával, eleinte előjön belőle a karamell, a málna, a vanília, és így az illatjegyeket olvasva azt hihetjük, hogy ez egy ilyen gejl és édes, szinte tolakodó illat, de abszolút nem. Nagyon krémes, balzsamos, unisex, simán hordhatják szerintem hölgyek is. Nem kifejezetten egy férfias, maszkulin illat, szóval, hogy még ebben is szerintem tök sokoldalú, minden alkalomra ajánlom. Nagyon-nagyon jó tartósággal rendelkezik, 2 méterről, 3 méterről simán lehet érezni az illatot, szóval, hogy elég belőle pár fújás. Nagyon kedvező áron hozzá lehet jutni, 9-10 ezer forint körül van az ára, úgyhogy árértékarányban ez is egy kiváló és nagyon-nagyon jó választás. Nos, ennyi volt a top 5 designer parfüm. Esetleg szerintem a következő videóban kitérek majd a niche illatokra is. Aki nem tudná, a niche parfüm egyébként röviden annyi, hogy itt a parfümőrök szabad kezet kapnak az alkotásra, nem igazán a reklámra és a pénzre fordítanak figyelmet, hanem inkább a minőségre. Ezért egy picit magasabb árkategóriát is képviselnek, de nagyon-nagyon jó illatokat lehet találni így a niche parfümök között. Úgyhogy majd erről is fogok videót készíteni, remélem, hogy ezzel tudtam egy picit újat mondani, érdekeset, úgyhogy legyetek mindig kreatívak és illatosak. Sziasztok!